Hétköznapokon 9 és 11 óra között, illetve hétvégén a 8 óra és 10 óra közötti időszakban vásárlási idősávot kaptak az idősek. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint ebben az időintervallumban csak 65 év felettiek léphetnek be az élelmiszerüzletekbe, a drogériákba, illatszer, drogériatermék, háztartási tisztítószer, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzlet és a gyógyszert gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletbe, ami nem más, mint a gyógyszertár. A karcagi Betánia gyógyszertárban felkészülten tudják kiszolgálni a vásárlókat. A vásárlás az rendben lezajlott, de azért nehezen érthető ez a rendelkezés, amely a 65 év feletti lakosság védelmét szolgálja, mégpedig magas fokon. Az a jó benne, hogy van egy olyan 2 óra hossza, hétfőtől péntekig, 9-től 11-ig, szombaton, vasárnap pedig 8-tól 10-ig, amikor a gyógyszertár officinájában csak 65 év felettiek tartózkodhatnak. Ugyanis ez a korosztály már sokféle alapbetegséggel bír, tehát akár citosztatikus kezelésben is részesülhet, vagy más súlyos alapbetegsége van, ilyenkor őket ez az időszak védi. Tehát vírushordozóval, vagy fiatalabb, köhögős gyermekkel, édesanyával akkor nem találkozik. Ez viszont nem jelent kizáró okot, amennyiben mégis szüksége van rá, bármikor a nyitvatartás idején bejöhet. Természetesen ilyenkor is maszkba és a távolságtartást figyelembe véve, és azt, hogy egyszerre annyi személy tartózkodhat, ahány kiadóablak van. A gyógyszertárban az idősek a védett vásárlási idősávon kívüli időszakban is szabadon vásárolhatnak. Voltak olyan törzsvásárlóink, akik rendszeresen a későbbi időpontban jöttek, rendszeresen később, amikor már kevés a gyógyszertárba a gyógyszerért jövő, hogy most igenis a védett vásárlási idősávot alkalmazta. A fiatalokat is ki tudják szolgálni az épület falán kialakított ablakon keresztül. Ez az intézkedés nem jelent nagyon zárt intézkedést, ugyanis ahol az építészeti lehetőségek megengedik, hogy a gyógyszertár bejárata és egy másik kiadóablak közötti távolság megfelelő, úgy a fiatalabbak is ugyanebben az időszakban kintről a kiadóablakon keresztül ellátást kaphatnak, abban a védett vásárlás idősávban is. A vásárlók helyesnek tartják a bevezetett intézkedéseket. Nyilván jó nekik az időseknek ez a 2 óra hossza, azt hiszem, hogy erről van szó. Hát a cikk meg fiatalok, azok ki tudják várni azt a időt, amikor tudnak máskor jönni, tehát jó dolognak tartom. Tegnap voltam vásárolni, és örültem neki, hogy így van. Abból a szempontból jó, hogyha valami miatt délelőtt nem tudok, akkor mégis el tudom intézni a vásárlást.